8. alkalommal kerül megrendezésre ez a jótékonysági focitorna, melynek az alapgondolata az, hogy a DM és az együttműködő partnerek, beszállító partnerek, ügynökségek közösen egy jótékony cél érdekében egy sportnapot szerveznek, és a nevezési díjból 5 millió forint értékben tudunk támogatni egy általunk kiválasztott szervezetet. Ezt a házat a Démétér Alapítvány 2006-ban hozta létre a gyermek csontvelő transzplantációs osztályon kezel gyermekek és családjaik részére. És a családoknak addig, amíg a gyermek fönn az osztályon kezelődik, valahol tudni kell enni, aludni, pihenni, és a gyermek, amikor már nem igényel kórházi kezelést, de még gyakori ellenőrzésekre szorul, akkor ő is leköltözik a házba, és itt van 5 percre az őt kezelő osztálytól. Ami a legfontosabb, hogy együtt van a család, és mi nagyon bízunk a család gyógyító erejében. Ők nem járnak iskolába, nem mehetnek bulizni a transzplantáció után egy évig. Ezeket a programokat mi szeretnénk nekik pótolni. Tehát itt Halloweenkor tököt faragunk, farsangkor beöltözünk, évnyitó van, évzáró van, és visszük a gyerekeket, ahova lehet. A DM és a tornán résztvevő partnereiknek köszönhetően újra megvan a lehetőség arra, hogy a gyerekeket különböző programokra el tudjuk vinni, mert vadonatúj, gyönyörű, szép új kis buszunk van. Fő cél az, hogy az együttműködő partnerekkel közösen megint csak példát mutassunk a közösségünknek, és velük együtt közösen valósítsunk meg egy jó célt. Egészen a kicsiktől a nagyokig a családokra is gondoltunk, tehát nem csak aki focizik, az jár itt jól.